Szervusztok, kedves Marie Claire olvasók! Lakatos Márk vagyok, és innen jelentkezünk a Marie Claire Fashion Days második napjáról, a Várkert Bazárból. Tudjátok, hogy ez az a fantasztikus hétvége, amikor a Marie Claire magazin László Krisztina főszerkesztő vezetésével szervez itt egy ilyen háromnapos divatünnepet, stílusünnepet, ahol egyrészt magyarországi híres tervezők, illetve a magazinban szereplő partnerek, támogatók és olyan márkák vesznek részt, akiknek abszolút közük van a nőiességhez, az eleganciához és a sikhez. Nem is indulhattunk volna jobbkor, mint most. Ugye az 5 órás show-nak ülünk itt az első sorában. Köszöntelek titeket itt az első sorban. Természetesen a Marie Claire olvasókat innen az első sorból tájékoztatjuk és informáljuk arról, hogy például Merő Péter divattervező szerint a következő tavaszi nyár stílusa milyen lesz. Ő egy igazán nőies vonalat követ, valószínűleg azért, mert nagyon sok köze van a művészetekhez, hiszen ő maga is balettművész, az operaházban is nagyon sokat dolgozott, és aztán avanzsált kvázi divattervezőként, és ami rá mindenképpen is feltétlenül jellemző, az a glamour, a csillogás, a nőiesség felső fokon. És rögtön Dobó Katta közeledik. Egy remek ruhával, egy kutat is különben a terolvasóinak. Nézzétek meg, hogy egy pályát, ugye egy Saint-Jean pályát mini ruhát láthatunk rajta, egy nagyon szép ilyen pesgő, rozé pesgő színben, ami nekem egyébként a kedvencem. Ugye ezek a pályátek, ezek nagyon izgalmasan működnek. Mostában nagyon sok olyan fordított vagy Saint-Jean pályátet lehet találni, amit ha megborzoltok egy picit, akkor átalakul a színe. És nézzétek meg ezt a fantasztikusan szép, világos türkiz miniruhát, ami egy karakteres, egy kicsit a balettruhákat idézi, kicsit a tütüket idézi a szoknya rész, amiket nagyon szépen strutz tollakkal díszített Péter. Fontos overált. Ugye tegnap már, aki egy picit követte a Nőklapja Cafén az élőinket, az láthatta, hogy az overálok jövő tavaszra azt gondolom, hogy tudni is befutunk, és itt is láthatunk egy egészen szép vaníliasárga, egy ilyen igazi crème brûlée, vagy egy ilyen nagyon szép vaníliasodó sárga verziót, egy nagyon finom puha anyagból. Most pedig sorjázik a következő, az előbbiekben Péter applikációkkal, tehát különféle rátétekkel és textil módosításokkal dolgozik. Például ugye ezek a virágbintás csipkék, és ezek a nagyon finom anyagok, még pluszban ezektől a tollaktól egészen légiesek és álomszerűvé válnak. Ami most következik, az egy barack, a pesmelbe, ugye ezt is mondhatnánk. Csodálatos barack színű, nagyon finom sejem zsorzsos anyag, ami ez egy kis pelerintáról. Ebből is látszik, hogy Péter milyen típusú nőt öltötte szívesen ki, az ő múzsája. Egy olyan nő, aki mer elegáns lenni, aki mer nagyvonalú lenni, és aki mer nagyvilági lenni. Közben orosz Barbie is beült már egy picit, figyeljétek! Sokkal, és onnan figyeli szemből a kollekciókat. Nézzétek meg ezeket a kicsit merevített, szokás, elomló, lágy orgazda és muszlim csodrakat. Ugye látjuk, hogy Péter a következő nyára főleg pasztelszínekben gondolkodik. Világos kéket, puderúzsaszint látunk, barackot, vaníliasárgát. Tehát egy olyan palettát, ami kifejezetten nyára a lesült bőrre, a kukosan lebarnított bőrre tökéletesen működik. Látjuk a fringe-eket, ugye a rojtokat, látunk már tollat. Ezek gyakorlatilag, ezek a kis rojtok úgy működnek, mintha igazi toll lenne, de textíliából van. Egy aszimmetrikus szoknyát, ami elől rövidebb, hátul hosszabb, gyönyörűen mutatva így a női lábakat. És tovább sorjáznak a mi ruhák. Látjuk, hogy ebben a szezonban derék hangsúlyjal, szűkített felső részen, és derékkel lefele pedig mindenképpen egy bővített sziluettben gondolkodik Péter, akár minit, akár midit, akár hosszú szoknyát tervez. Közben nagyon kíváncsi vagyok, kedves Marie Claire olvasók, hogy tudjátok, melyik darab áll a legközelebb. Tudjátok meg nekünk, szóljatok meg, melyik az a vonalvezetés, amit leginkább el tudnátok érteni. Ugye ezek alkalmi ruhák. Mint ahogy ezt a nagyon szép nyomott, szürke, kicsit ilyen tusrajszerű vagy akvarelszerű nyomattal díszített világos kék kubát. És egy kosztümöt,
ugye egy modern ruhatárában a kosztüm, akkor is, ha nagyon elegáns vagy kicsit biznisz, mindenképpen az egyik legfontosabb darab lehet, akinek kötelező hordania, de van, aki egyszerűen csak szeret kosztümmel eljárni, hiszen ezek a jackie, ugye a blazer, illetve a jackie rész, illetve a szoknya, a szerző szoknya rész, nagyon szépen kombináltuk. Képzeljétek el, hogy egy picit lelazultok, és egy ilyen merő Péter szoknyához egy fehér tisöltöt fölvesztek, vagy a blues részéhez egy fehér farmert, akkor is milyen tökéletes összeállítást tudtok ebből egy pillanat alatt csinálni, és közben pedig egyben a szettet gyakorlatilag a legtüzetésebb alkalmakra is viselkedhet. A krém színek, ugye még mindig a krém színeknél púder színeknél tartunk, és most egy nagyon laza, egy lezser ruha közeledik, aminek szintén azért a derekát nagyon pontosan kimérte Péter. Azt szokták mondani, hogy a női alak egyenlítő vonala az a derék vonalában, és egyáltalán nem mindegy, hogy hova teszik ezt a derék vonalat. Teszi az övet, ki hol szűkíti el az amúgy lazább esős ruháját, egészen máshova teheti a lábainak a hangsúlyát, vagy a felső testének a hangsúlyát. Ez jó, hogyha ti is évben tartjátok, akkor amikor magasított derekú farmert, vagy helyzet farmert hordtok, vagy magasított derekú szoknyát, vagy rövidállású útokat, vagy blézerek. Érdekes, amit kérdezem, mert azért alapvetően ez a kollekció, hogyha mondjuk körtékben gondolkodunk, tehát körte alkalmakban gondolkodunk, akkor látjuk, hogy mennyire alkalmas, hiszen a körte hölgyek azok, akik derékig vékonyak, kicsit filigrának, és utána ugye a szélesebb csíkővonal, ami viszont a bőszoknyákban, a bővonalvezetésű, akár mini, akár hosszú szoknyában, oda kérdés, hogy ki mennyit szeretne a lábában mutatni, tökéletesen működnek körte alkaton is, illetve oszlop alkaton is, hiszen azok a hölgyek, akiknek nincsen túl nagy különbség a csípő derék és mell bőségek között, azoknak ezek az ilyen nagyon drámaian volumen növelő ettek remekül állnak, hogyha el ne szalasszunk ezt a másik tolcsodát, ez már marabú, ez nem stúl, egy égszínkék marabú tolcsek, egy ilyen rövidállású, magasított kis bolerosztalás marabú jacki, amit ugye a 30-as évek film sztárjai hoztak be a divatba. És egy újabb, most már kristályokkal, glitterekkel, fejetekkel díszített, megint csak strucc díszítésű fehér kis koktél. Következik nekem az egyik nagy kedvencem, a menta szín, ugye a menta zöld, ami a hűségével, akinek sem a menta szín. Kérlek szépen nézd meg, hogy nagyon okosan, például Péter Annára tette ezt a szerte, akinek egy ilyen középbarna hajszíne van, barna szeme, viszont relatíve világos bőre. A menta szín mindenképpen azoknak áll igazán jól, akiknek ilyen fátyolós, kicsit hambas bőrszínük van. Ettől függetlenül a hajuk lehet középbarna, sötétbarna, vagy a szemeszínük is lehet egy középsötétségű, de alapvetően a bőrszín az mindenképpen világos kell legyen. Egyébként alapesetben a legjobban a mentaszínek és ezek a búderszínek a szőkehajú világos bőrű és kicsit vizesebb karakterű nyaraknak áll a legjobban. Egyébként az az érdekes, hogy ez a pályát, ugye ez megint ebben a simított pályettel van dolgunk, ugye azért ez nagyon szépen lehet bünteti például a bőrhibákat is. Tehát, hogyha valakinek egy kicsit erősebb a combja, vagy egy picit a combjának a felülete egyenletlenebb, akkor pontosan ezek a 3D-s pályettek, ezt nagyon jól palástolni tudják. A szín az pedig gyönyörű, ugye ez a világos bronz, ez a rozé arany, ez gyakorlatilag a kicsit hidegebb és a kicsit melegebb színtípusoknak is nagyon jó. Ez egy egészen egyszerű és letisztult darab, vanília sárgának, ugye egy moári, egy szép moári anyagból, óriási repülős pörgőt fogjában. És nézzük meg ezt a tökéletes türkiszt, ugyanebben a 3D-s majettal, egy sellő ruha, de a sellő ruhának a szoknya része egy picit meg van bolondítva, és hátul egy ilyen utcányszerű végződés, de egy igazi sellő. Sokat beszélgettünk arról, hiszen már tegnap is itt volt, hogy az estély és az alkalmi ruhák esetében, de a teljesen sportos ruhák esetében is, hogyan lehet egy női alakból, egy női karakterből megmutatni és eljöttetni. Ezek a margaréta minták, ezek az applikációk nagyon szépen takarják a csípőt, és aztán egyszer csak a középső része a női lábaknak, tehát a szó középtől a vádi terjedő rész, meg nagyon, nagyon
szabadon van hagyva, miközben a földhöz közelítő részen megint csak elindulnak szépen a virágokhoz. Oldotta meg ezt a ruhát, és itt most sárga margarétákkal, vagy nyelvárákkal. Itt megint csak ugye a sok-sok réteg tőből, ebből a sok-sok réteg fátyolból nagyon szépen sejlenek elő a női lábok. Egy drámai sziluett következés, ugye Péter színházi ember, egy igazi színpadon. Sok-sok-sok száz munkaóra van, ezeket kézzel kell fölvarni, hiszen ilyen anyagokat nem lehet sehol kapni. Ezeket a szalon, a tervezői szalon, ami egyébként a Kertész utcában van, Péter szalonja, ott készíti a szorgos kezek sok-sok-sok-sok-sok munkanapon keresztül. Azt hiszem, hogy egy csodálatos kollekciót látunk. Ne menjetek sehova, kedves Marie Claire olvasók, mert jövünk vissza, hiszen még egy kicsit a backstage-be is be fogunk kukkantani, és 20 óra 30-kor Varga Erikáék Romani Show-val, az igazi gypsy kultőrrel, a gypsy fashion-nel jelentkezünk majd, de most egy nagy tapsot kérnék szépen Merő Péter kollekciójának. Sziasztok, maradjatok velünk!